Az utóbbi időben a humorban a most következő vendégünk, vagy vendégeink, azt hiszem, hogy a legeredetibbek. Előadásaikra tulajdonképpen nem is lehet jegyet kapni. A harmadik humorfesztiválon az egyik fődíjat nyerték, és az értők azt állítják, hogy tulajdonképpen ők azok, akik megújították a mára kissé, vagy tán nagyon is poshat magyar kabarét. Na de ilyen legenda vagy minősítés helyett jöjjenek inkább a tények. Műfajuk az angol abszurd, kevésbé fenkölten, kb. Úgy lehet ezt kifejezni, hogy fahumort adnak elő faarcú intelligenciával. A fő fapofa, Galla Miklós, illetve következik a Holló Színház. Miklós. Igen, figyelek. Hogy aztán legyen miről beszélni. Mindjárt az elején mutattok valamit? Igen. Stílszerűen szólva, kár. Ja, igen, értem az utalást. Lori Rowley, angol szerző jelenete következik, amely egy erdei tisztáson játszódik, szereplői pedig az... Ez igaz, ne nevessenek. Az imádkozó sáska pap, az imádkozó sáska vőlegény, illetve az imádkozó sáska menyasszony. Azért gyűltünk ma egybe, hogy összeadjuk az itt megjelent hím imádkozó sáskát, az itt ugyancsak megjelent nőstény imádkozó sáskával. Kérem az ifjú párt, másszon előre. Jeremy, kívánod-e Amandát hites feleségedől fogadni? Igen. Amanda, kívánod-e Jeremyt hites férjedül fogadni és megölni, miután párzottatok? Igen. Akkor az Isten által rám elnézést. Elnézést. Hogy mondta az előbb? Mikor? Az előbb, mintha azt mondta volna, hogy megölni, miután párzottatok. Ja, igen. A nőstény imádkozó sáska mindig megöli a hímet az első együttlét során. Maga ezt nem tudta? Hát, ezt nem. Ne aggódjon, ez a természetrendje. Biológiai törvényszerűség. Ja, értem. Bocsánat. Tehát a reámruházott küldetés szent kívánás... Bocsánat, hogy újra közbevágok, csak hogy jól értem-e. Ezek szerint ketten megyünk el Nászútra, de csak az egyikünk tér vissza, és az speciál nem én leszek. Hát igen, így is lehet fogalmazni, de most már folytassuk. Tehát a reámruházott küldetés szent kívánás... Rögtön az első dolog után megöli a nőstény a hímet, vagy azért néhányszor lehet? Csak kíváncsiságból kérdezem. Rögtön az első után megöli. Tehát nekem összesen csak egyszer igen. lesz. Hím imádkozó sáskáknál ez a maximum. Van még kérdése? Csak azon gondolkozom, hogy megéri-e. Két hétre foglaltam le a szállodai szobát. Döntse el végre, akar nősülni, vagy nem? Akarni akarok, csak ez a halál dolog valahogy árnyékot vet az egészre. És tulajdonképpen hogyan öl meg? Mérget tesz a kakaómba? Dehogy. Az ollói közé szorítja a maga nyakát, és az orgazmus hevületében leharapja a fejét. De hát a kedves édesapja nem mondott magának erről semmit. Szóval... Ez lenne tehát a sajátos angol humor. Igen. Mondd, és mennyire voltak éppen originális, mennyire eredeti ez? Magyarán oda akarok kiukadni a kérdésemmel, hogy ezt ti írjátok, mert hogy van már két egész estét betöltő műsorotok, ezt és ezeket ti írjátok, vagy pedig úgy, ahogy van, angol humorból lopjátok, finomabban szólva, kölcsönzitek, fordítjátok, és aztán előadjátok. Hát nézd, tekintve, hogy mindig megmondjuk, hogy ki az eredeti szerző, lopásról úgy gondolom nem beszélhetünk, tehát az Otto Klemperer sem lopja el a Beethoven szimfóniát, hanem elvezényli. Tehát én is az elején például mondtam, hogy ezt Lori Rowley írta, úgyhogy innentől kezdve ez már nem
lopás, nem plágium, hanem úgynevezett műfordítás. Galla Miklósról tudni kell, hogy hosszú utat járt be. Ugye először is késő estén sem tudtál leérettségizni, így kezdődött az életed. Igen. Aztán utána voltál nem kézbesítő. Nem hogy nem tudtam, álljon meg a menet. Bocsánat. Akkor arról volt, hát nem tudtam, vagy... mert végül is valamelyik tárgyból meghúztak, tehát el kellett volna mennem úgynevezett pótérettségire, nem tudom, matematikából talán. És közben kiderült az Oriba, mert akkor még volt ilyen, hogy Ori, országos rendezőiroda, hogy előadó művészi engedélyt már 4 gimnáziummal is lehet kapni, nem kell érettségi. Én meg akkor, hát akkor mi a fenének, ugye? Mert ahhoz kellett volna csak érettség, hogy én tovább tanuljak, amit tudtam, hogy soha nem fogok. Úgyhogy ezért nem mentem el a pót érettségére. Viszont elmentél előbb kézbesítőnek, aztán lettél nagyon éles, nagyon kritikus hangú pop-rock szakíró. Uh-huh. Rengetegen azóta, hogy úgy mondjam, átokba is foglalják a nevedet. Igen, tudom. Nekem nem mondják. Neked nem mondják. Hát mert ma már kinőttél ebből a szakmából, és idővel kár ezt mondani. És aztán jött ugye a Lárpullár, illetve azzal párhuzamosan a Holló Színház. Igen. Honnan szedted össze a többieket? Többieket? Innen, onnan. Főleg azokra voltál vevő, akik kellő farccal rendelkeztek? Hát nézd, mondjuk farcúnak szerintem a Zsoltot meg engem lehet nevezni, még Natália az nem tudom, ő szerintem nem farcú, de a Kovalik se. Sőt, a Kovinak kifejezetten rugalmas, rugalmas arca van. De Kovi volt itt... a pap most az Kovalik, előző jelenetben. De ha már itt tartunk a tagoknál, van egy ötödik tag, aki most nincs itt. Hoppala! Ez a Novák Peti. És előveszi a zsebéből az arcképét. Na, igen. Mutassuk meg a kamerának, légy jó? Szíves. Lehet, hogy ez így le... Hát az éve. És azt mondja, kik erre fogékonyak, tehát kik a ti nézőitek? Tudnék, hát az angol abszurd az ide elég régóta mondjuk nemigen tud betörni széles körben, legalábbis én ezt tapasztalom. Nem tudom, amikor mi ezt elkezdtük, akkor rögtön úgy tűnt, hogy ez nagyon kell a közönségnek. De főleg mely réteg vevő erre? Hát nézd, a főleg, azt lehet mondani, a főleg az jó, jó szó. Te most ironizálsz? Nem, egyáltalán nem. Dehogy is. Jó, csak már ez a nem, harmadik én... dolog, és mióta itt volt itt rajta, más különösen érzékeny vagyok ezekre az intonálásokra, de valószínűleg ez nem, a te sajátod, úgyhogy majd nem figyelek rá ezentúl. Igen? Én tudok komolyan is beszélni, és szoktam is. Miről volt szó? Ugye? Rögtön kiestél a szerepedből. Ja, hogy főleg tehát kik jó vannak, szó igen. Az, hogy főleg, főleg kik nagy részt valóban egyetemisták, főiskolások, középiskolások, de azért tágul a spektrum. Tehát előfordult már Miskolcon, hogy hatodik osztályt elhozta a tanítónéni, vagy tanárnéni. Meg az is előfordul, hogy tisztességben megőszült családapák, családanyák jönnek, szóval tágul, tágul. Tehát szélesedik a spektrum. Szélesedik, de azért... Eljut előbb-utóbb a nagy közönséghez is. Igen, bár tegnap bementem az Arany János Színházba, ahol Pesten szoktunk játszani, és lemértem az egyik ülést, az 55 centi volt, karfától karfáig, és azt felszoroztam az egy sorban található ülések számával, és kijött az, hogy kb. 9 méter széles egy sor. Úgyhogy ez a széles nagy közönség, ez már most is megvan szerintem. Nem, mert mindig jön ez, hogy a széles közönség, nem tudom, ennél szélesebb ne legyen. Akkor jöjjön valami újabb jelenet. Jó. És aztán még folytatjuk egy picit a párbeszédet. Ez az ember süket. Ellentétben önökkel vagy velem, nem hallja, ha csöng a telefon, pedig igen közel van hozzá. De csak mostanáig. Ugyanis fiatal kutatók egy csoportja feltalálta ezt a készüléket. A fejre helyezhető audiovizuális hangkommunikációs rendszer agya, ez a mikroprocesszor. Egy parányi villanykörte érzékeli ennek a receptornak a jelzéseit, és villogni kezd. Így, amikor csöng a telefon, még egy süket ember is tudomást szerezhet róla. Lássuk mindezt a gyakorlatban. Halló? 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 Halló?
ez a farc, ami rendelkezésedre áll, egyáltalán ez a hanghordozás, ahogyan te hordozod a hangjaidat, igen, ez például egy betanult, tehát elsajátítottad, vagy születési rendellenesség nálad? Születési, semmiféle fölvett manír ebben nincs. Én nekem az az elvem, hogy minden helyzetben természetesen kell viselkedni, tehát van a színpadon is egy természetes viselkedés, meg a színpadon kívül is a kettő, nem ugyanaz, az a lényeg, hogy az ember próbáljon meg természetes lenni, és az abban a közegben helyén való viselkedést felvonultatni. Én semmiféle ilyen erőltetett hangot, fa arcot nem igyekszem fölvenni, hanem hát ez van. Tudod mit, úgy teszek, mintha ez nem lett volna célzás, és megmutathatod, hogy ez a sajátod, mert a következő egyben utolsó jelenetben, ha jól tudom, te is benne vagy. Igen, hát ez John Cleese, angol szellemóriás, író, színész alkotása. 1968-ban írta, az a címe, hogy felvételi beszélgetés, hát akkor megyek, jó? Fáradj, oda! Jaj! Úgy szeretem fogadni a jelentkezőket erre a titkárnő képző tanfolyamra. Jöjjön be! Jó napot kívánok! Üdvözlöm! Foglaljon helyet! Köszönöm szépen! Elnézést! Fölállna egy pillanatra? Természetesen! Üljön le! Elnézést! Üljön le! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Miért mondta, hogy jó reggelt, amikor pontosan tudja, hogy délután van? Hát ön mondta, hogy jó reggelt. Ó! Jó napot! Ó, jó napot! Na hiszen! Jó estét! Viszontlátásra? Nem! Nem kérdezi meg, hogy miért csengettem? De igen, miért csengetett? Na mit gondol? 5, 4, 3, 2, 1, 0! Hát talán késő. Azért, mert... Jó, éj, ding, 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 ding. Jó, éj, ding, 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 ding. Elnézést, jó helyen járok a titkárnőképző tanfolyam ügyében? Igen. Jó helyen! Jó, éj, ding, 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 ding. Akkor azt hiszem, nem szerepelek valami jól. Ezt miért mondta? Nem tudom. Azért mondta, mert nem tudja? Nem tudom. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Na jó. Nem értem az egészet. Mit gondol, miért csináltam ezt az előtt? Nem tudom. Nem is kíváncsi rá? De igen. Akkor miért nem kérdeztem el? Hát mert arra gondoltam, tessék? A nevét mondja, ember, a nevét. Pamela. Pamela. Biztos? Igen. Pamela, biztos. Nem! Nem. Jones. Jones, biztos? Nem, Pamela Jones. Jó, éjti, ding, 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 ding. Már megint itt tartunk. Jó, éjti, ding, 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 ding. Én nem tudom, hogy erre hogy kell reagálnom. Hát csináljon valamit. Jó, éjti, ding, 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 ding. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Ble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 l
Hopp! Hát ez nagyon jó. Egészen kivételes. Bejöhetnek. Na még egyszer. Jó, éj, ding, 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 ding. Mi folyik itt? Nagyon jó pontszámokat kapott. Nem érdekel, tudni akarom, hogy mi folyik itt.
Szerintem maguk szándékosan megalázzák a jelentkezőket, úgyhogy azonnal megyek a rendőrségre, és elmondom nekik, hogy maguk mit művelnek itt az emberrel, és teszek róla, hogy többet ezt ne csinálhassák. Na, erről mit mond? Erről mi a véleményük? Nagyon jó. Igen? Akkor tehát fölvesznek? Na, sajnos nem. Ugyanis az összes helyet hetekkel ezelőtt betöltötték. Hallószínáz!